Kedves Tonkia és kedves meghívott vendégek, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 2024-es közmeghallgatáson. A közmeghallgatás tulajdonképpen egy nyíltestületi ülés, ahol is a 2023-as évi eseményekről, költségvetésről számolunk be, és a 2024-es év tervezett költségeiről, illetve működéséről. A lakossági adatokat láthatnak. Tulajdonképpen nincs nagy eltérés a 2022-es és a 2023-as adatok között. Talán a regisztrált munkanélkülieknél egy 10 fővel alacsonyabb a regisztrált munkanélküli. Ez mindig a december 31-es állapotot mutatja. Vannak kötelező feladatai az önkormányzatoknak, amelyekhez az állam normatívát biztosít. Vannak nem kötelező feladatok, amelyet az önkormányzatok saját maguk vállalnak be. A cél a kiegyensúlyozott működés biztosítása mellett olyan fejlesztéseknek a létrehozása, amelyek előviszik a falut, és egy kicsit több lehetőséget biztosítanak.